Sziasztok! Ez itt a Without Bullshit interjúk, én Dave vagyok, és a mai vendégem Siffer Miklós, stílus tanácsadó, sőt... Mindenkit az... szeretettel üdvözlök, igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, üdvözöllek Miklós. És még egy picit folytatnám a bemutatásodat, mert hogy stílus tanácsadó, pont most ugye beszélgettünk róla, ilyenből azért van az országban, lett. Nem is egy, lett. Vagy lett. Igen, ugye a könyvednek is köszönhetően, sok mindennek köszönhetően, azt gondolom azért elég felkapott lett így, a, így ez a stylist, meg stílus, meg öltözködést, meg alapvetően nem tudom, más. Hogy össze lehet-e valamit. Ne keverjük össze. Ne keverjük össze. A stylist, abból aztán tényleg... Mi a más egyébként? Mi a különbség? Hát a stílus tanácsadó egy sokkal mélyebb ügyről van szó, egy sokkal megalapozottabb a személyiséget, egy adott embert, annak a szokásait, életvitelét, élethelyzetét jobban figyelembe vevő ügy. A stylist az egy adott helyzet, mondjuk azt mondod, hogy van egy fotózás, és akkor oda hívnak valakit, ismertet, nem ismertet, magát ismertnek tartót, és akkor jön egy stylist, és vagy hoz ruhákat valakinek, akit még életében nem látott, vagy az adott ruhákból, amik ott vannak helyben, próbál valamilyen képet alkotni. Én nagyon tisztelem a világ nagy sztájlisztjait, vannak ilyenek, nagy cégekkel dolgoznak, a legismertebb divatcégektől a fast fashionnek a nagy vállalataival. Ami nálunk ebből lett, az megint egy ilyen fából vaskarika, tehát most valaki egy kicsit érdeklődik a ruha iránt, vagy már látott divatbemutatót, vagy bement egyszer egy üzletbe, akkor azt mondja, hogy ő stylist lesz. Szóval ez azért ennél bonyolultabb. Most a stílus tanácsadás meg ennél még bonyolultabb. Én az első könyvemet 2000-ben írtam. Én azóta foglalkozom ebben. Van, aki 3 éve még sárga Gen pulóverbe járt, ami a bokájáig égett, vagy ért, most meg más stílus tanácsadó, de ez ilyen. Tehát ez minden szakmában így van. Tehát ez így van fotósokkal, ugye, tehát ismerünk fotósokat, akik 20 évi munka után merték kimondani, hogy ők fotósok, és ismerünk olyan, aki fényképezőgépet vesz a kezébe, és ő fotós. Te, vagy telefont. Vagy telefont, igen. Tehát ez persze nem azt jelenti, hogy az nem lehet tehetséges. Persze. Tehát van, aki 20 év után se képes olyan képet alkot, mint valaki pár hónap után, de általában nem így szokott lenni. És akkor ez honnan indult? Tehát, hogy ehhez tehetség kell? Úgy születsz, hogy te már stílushoz értesz, és hát, tudod, hogy kell öltözködni? Vagy, én azt gondolom, hogy nyilván, ugye, nem akarom túl sok idézetet mondani másoktól, mert nem akarom fárasztani ebben a hallgatókat, de Giorgio Armani megmondta, hogy a stílus tanulható. Ugye ő a mai divat egyik legnagyobb személyisége, vagy jelentősebb személyisége. Az igaz, hogy már most már 87 éves, és túl van azon a csúcs időszakán, amikor ő tényleg nagyon nagy volt, egyébként aránylag későn alapított vállalatot 45 éves korába, és ugye a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje volt az ő igazi nagy időszaka. Ma is nagyon nagy márka az Armani, de nem nevezhető a progresszív márkák. Nem nevezhető progresszív márkának. Ez szerintem sok mindennel összefügg, de ő neki nagyon jó idézetei vannak ezzel kapcsolatban, és ő ezt nagyon komolyan is gondolja, hogy a stílus tanulható egy bizonyos fokig. Nyilván van, akinek ehhez nagyon nagy érzéke van, valakit ez érdekel, van, akit ez egyáltalán nem érdekel. És attól, hogy valaki jó stílusú ember, még lehet nagyon rossz ember, és attól, hogy valakinek nincs stílusa, attól még lehet nagyon jó. Tehát nem szeretem, amikor így kategorizálunk vagy osztályozunk. Ráadásul nagyon sok ellentmondás is van, mert ugye van, amelyik szakember azt mondja, hogy a stílus az, amilyen te vagy. Mégis vannak helyzetek, amikor látunk embereket, és a hajunkhoz kapunk, hogy atya, vagy a homlokunkhoz, Jézus, hogy rakta össze, ez az ő stílusa. Tehát én azt gondolom, hogy ennek valahol a szép érzékhez van valami köze. Vagy a befogadó képességhez. Tehát ugye van, aki nem érti, hogy a másik miért megy múzeumba. Mert hogy az ott ül, és akkor ott néz egy képet, amit ő nem is ért. Még a figuratívat igen, de egy non-figuratívat egyáltalán nem. Én se szeretem egyébként nagyon. De hogy miért kell azt elmenni a múzeumba, van az album. És akkor van, aki azt nem tudja elmagyarázni a másiknak, hogy neki annak a befogadására van szüksége, ahogy azt a festő valamikor azokkal a színekkel abba a térbe megalkotta, vagy abba a méretbe megalkotta. Ez nagyon érdekes dolog. Ez egy érzékenység. Van, aki
arra hiú, vagy arra büszke, hogy meg tudja különböztetni egymástól a különböző borokat, vagy évjáratokat, mert olyan a ízlelő bimbói ennyire fejlettek. Van, aki a színeket érzi jobban, van, aki a trendeket érzi jobban, van, aki semmit nem érzi. Egyáltalán ilyen is van. Kifinomultabb volt az öltözködés egyébként pár évtizeddel ezelőtt. Most ez a casual, laza, minden szabad, minden megengedünk, minden elfogadott. Ez egy kicsit az embereknek az igényességét is szerintem lejjebb vitte. Tehát, de itt talán jobban kijön a személyiség, nem? Igen, azért mondom, hogy van, aki ebben jobban tudja kiélni magát, mert ez közelebb áll ő hozzá. Inkább nekem az szokott a bajom lenni, amikor ebben a nagy casual katyvaszba furcsán nézik meg azokat, akik a klasszikus értékeket képviselik. Mert amit itt a kelet-európai térségben mi nagyon nem értünk, az az egymás elfogadása. Legyen szó bármiről. Ízlésről, életmódról, felfogásról, nemiségről. Tehát valaki ilyen, az ilyen. Elfogadom, hogy máshogy gondolkodik, mint én. Ezt valahogy szerintem nyugaton jobban érzik az emberek. Tehát nagyobb a tolerancia. Vegyük mondjuk New Yorkot, persze New York nem Amerika, és Amerika nem New York. De New Yorkban, ha valaki smokingban van az utcán, és piros kalappal a fején, azt se nézik meg, meg aki melegítőben van, és papucsba télen, az se. Tehát jobban elfogadják az emberek a másságot. Ezzel fajtaképpen érthetően azt, hogy más. Itt nálunk még mindig nagyon konzervatívak vagyunk. A fiatal generáció persze már más, és még mindig szeretünk ilyen skatujákba gondolkozni. Most a stílus tanácsadásban is nehéz az, vagy probléma az, amikor a tanácsadó skatujáz. Tehát kitalálja, hogy na ez ilyen típus, meg olyan, mert ugye mindig személyi hangulatot, egy imást kell adni, egy touchot kell adni annak a stílusnak, aminek a kialakításában segítünk. De nem szabad ráerőltetni. Mert ha ráerőltetem valakire, amit én gondolok, az már nem ő, hanem közösen kell ennek a dolognak alakulnia. Hát ez a mi szakmánk lényege. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, de hogy ezt hogy kezded el egy embernél egyébként? Vegyünk engem. Besétáltam ide az üzletedbe, megláttál, valószínűleg ugye megjelent egy gondolat azonnal a fejedben rólam, vagy kialakult azonnal egy kép rólam, amit most nevezhetünk ítélkezésnek, vagy gondolatnak, vagy bárminek. Ítélkezéstől teljesen messze van. Egy benyomás. Egy benyomás. Így. Köszönöm igen. Szépen, ez a legjobb szó, igen. Hogy lett egy benyomásod, és azonnal megjelenik a fejedben, hogy fú, szerintem neki nem ilyen inget kéne felvennie, vagy nem ilyen cipőt, hanem hozzá ez vagy az illene jobban, vagy bármi. Hát vagy ha így élnék, akkor ez nem működne. Tehát ebben ugye egyfelől bele bolondulnék, mert akkor azért nagyon sok olyant látnék egy nap, ami nagyon nem az én gondolataimnak megfelelő. Általában úgy eldöntöm az első benyomásra, hogy amit úgy látok egyben, vagy amit látok, az egyben van-e vagy sem. Azt is azonnal megérzem, általában valaki erőltetetten akar valamit, ami nem az övé, ami nem az ő valósága. De azt, hogy most eldöntöm, hogy jó-e ez az ing, vagy nem, inkább azt úgy magamba, az egészet nézed. Igen, de akkor mondjuk magamban elindul egy olyan, hogy én most szeretem, vagy nem azt az inget, de én vagyok, te meg te vagy. Igen. Tehát ilyen fajta ítélkezés semmiképpen nem indul el bennem, de valamilyen gondolat nyilván elindul, de egyébként ez olyasmi, mint a pszichológus. Ugye? Tehát gondolod, de a pszichológus minden egyes beszélgetést magában hordozna, amit végighal, vagy minden életet, akkor öngyilkos lenne egy hónap után. Tehát az embernek van egy ilyen tisztító folyamata, és megint pont az Armanit idézem ebben, hogy mindig sötétkékbe jár. Sötétkék póló, vagy fehérin, kék nadrág, kék nadrág, tehát nagyon sok kéket visel. És egyszer megkérdezte egy újságíró, hogy hát ő járhatna mindenbe, amiben csak akar. És ő azt mondta, hogy ez egyfajta agymosás. Tehát az embernek ki kell mosni a tudatából mindazt, amit napi szinten befogad, hogy utána megint kreatívan tudjon kezdeni. Mert ha mindig terhel az, amit befogadsz és nem jó, akkor az egy idő múlva elnyom. Igen, de érdekes gondolat, abszolút. És mit gondolsz a mostani fiataloknak így az öltözködési szokásairól? Én azt gondolom, hogy ma nagyon jó a szabadság, nagyon sok a lehetőség.
sokkal jobban öltözködnek a fiatalok, mint öltözködtek korábban. Én emlékszem, amikor én voltam fiatal, egyetemen jártam akkor, hogy egyfajta márka ingét lehetett kapni az aranypókba, és akkor az a városba terjedt el. Azért ma nagyon nem így van. A fast fashion megjelenése demokratizálta a divatot. Nagyon sok lehetőséget ad a fiataloknak. Én azt is gondolom, én nekem úgy tetszik, hogy most a fiatalok öltözködnek. Talán egy kis esztétikai önkontroll néha nem lenne rossz. Tehát attól, hogy valaki 20 éves, még nem biztos, hogy jó áll neki a forró nadrág. Most lányokról beszélek. De persze itt megint bejön az egyedi ízlés, hogy neki, ő meg így gondolja, hogy az neki jól áll. Ez egy nagyon érdekes dolog, tudod, ezek az ideálok. Amikor ideálokat állítunk, és akkor azt mondjuk, hogy volt a Brigitte Bardot, meg volt a Madonna, meg volt a Jennifer Lopez, meg az Angelina Jolie, meg akárki, meg az új, ezek az új tinisztárok, akiket ugye a barátnőm kislányán keresztül úgy hallok egy-egy új nevet, már fogalmam sincs, hogy kicsodák, ugye, mert ma ez is fölgyorsult. Tehát ma egy sztár, egy hónapig sztár, vagy fél évig, aztán már soha többet nem hallunk róla. A fiatalok ebben nagyon kitettek, és ezeket ugye utánozzák, mert valakivel azonosulni akarnak. Ez a sztárság azonosulás változott sokat. Tehát Marcello Mastroianni akart lenni minden férfi a 70-es években, aztán nem tudom ki, aztán David Beckham, aztán Clooney, aztán tök mindegy. Szóval ez változik, de ez én szerintem jó, hogy változik, mert és ezért nagyon veszélyesek azok a gondolatok, hogy bezzeg a mi időnkben így volt. Mert abban a ti időtökben az volt, most meg ez van. És az én édesanyám is mondta nekem ezt, és én is mondtam egyszer-kétszer a fiamnak, aki már 25 éves, és rájöttem, hogy ennél nagyobb hülyeséget nem lehet mondani. Mert az idő volt, ez meg ez az idő. Igen. Teljesen más sebesség, teljesen más felfogás, teljesen más inspirációs lehetőségek. Ma egy fiatal, ha érdekli a divat, vagy az öltözködés, a legújabb párizsi trendektől, a legújabb milánói, New York-i, tokiói trendekig mindent lát. Amikor én voltam fiatal, akkor volt egy-két színes szagos újság, amiből valamit megtudtál. Azt is nyilvánvalóan bizonyos kontroll alapján, tehát nehogy rendszeridegen legyen. Pedig nem vagyok annyira öreg, de mégis én azért beleszagoltam még a szocializmus végében. És más volt. És most így visszagondolva egyébként, vagy visszatérve egy picit így a fiataloknakra, hogy az, én azt figyeltem meg egyébként így a környezetemben, most már nyilván 27 évesen azért ez más, hogy látom én is akár a 15 éveseket, mint amikor benne voltam. Mert ma 10 év az óriási gap. Sokat számít. Ez régen nem így volt. Ma 5 év is gap már. Igen. Mert 5 év különbséggel teljesen más gondolatok vannak. Igen. Meg nyilván a világ is azóta előre haladt, meg stb. De hogy nagyon érdekes, hogy azt látom például a keresztanyukámnak a gyermekeinél, hogy ott az a menő, hogyha neked a 80-100 forintos cipőd van. És ugye nem egy ilyen nagyon extra iskoláról beszélünk, ahova a hammerrel hordják az összes gyereket és stb., hanem egy abszolút átlagos vagy normális középiskoláról. Ezekre a snakers-ekre gondolsz? Megmondom, szerintem fogalmam nincs, csak ennyit tudok róla, hogy 80-100 forint környékén van, és így megjelenik a fejemben, hogy oké, én is voltam sznob, vagy túlságosan igényes, na majd erre is kíváncsi vagyok egyébként, majd erre is menjünk, hogy mi a különbség, ugye a sznobság félre, és az igényesség félre. Között. A sznobsággal sincs baj, hogyha valóban előbbre visz, de ez speciális terület. Hogy miért van ez, hogy most ez bejött, ugye ezek az ugly snakers-ek, ezek a csúnya, nagy, teljesen eltorzult cipők, amikre én is azt gondoltam, hogy ez nagyon rövid ideig fog divatként az emberek gondolkodásába szerepelni, és lásd, nincs így. Tehát nem tudom, most már 3-4 éve, ha valaki nincs Balenciaga snakers, vagy... De én nem akarok persze itt most a nagy márkákról beszélni, de hát a 100 000 forint ugye oda vezet, de hát érdemes mondjuk megnézni egy Gucci kirakatot, hogy a Gucci egy nagyon nagy olasz márka, milyen módon alakult át, ugye majdnem tönkrement, majdnem csődbe volt, onnan a Tom Ford rángatta ki, aki egy ilyen szexi, elegáns márkát csinált belőle, most pedig az új tervező egy ilyen
egy ilyen őrületet alkot a Gucci-nál, ami egyébként nagyon érdekes, mert ha az ember az egyenként megnézi a darabokat, nagyon szépek és kifinomultak, és jól vannak megvalva, de ahogy ők kirakati képet alkotnak ebből, én pont most jöttem haza, bátor korai madárként kim voltam Rómában múlt héten, és igazából egy kirakat se hökkentett, vagy döbbentett meg, csak a Gucci. Azt le is fotóztam, mert térdzokni a férfi modellen, egy ilyen Farmer Jackie Ing, nem is tudom mi, egy csipkeblúz és egy lakcipő. De én ezt az egy kirakatot fotóztam le. Ez a cél. Tehát ugye itt mindig, tehát akkor melyik volt a jó? Az a kirakat, mert a többi ugyanazt láttam. Kék zakó, fehér nadrág, fehér zaknál, zöld nadrág, ugyanaz, a Gucci, ez az őrület. És ez a cél ma. Ez kicsit hát olyan, amit most mondasz, hogy nincs rossz reklám, mert hogy ugye a rossz reklám is reklám. Persze, de, megkökkentés kell. Tehát ma az kell, hogy... De ez miért jó? Tehát azt nem fogok bemenni így és működik megvenni. A világ, így működik Ázsia. Ez Ázsia miatt van. Tehát olasz embert nem láttam még így felöltözve. Most lehet, hogy a milánói Fashion Week-en van 8 darab olasz szupermenő blogger, aki így néz ki, egyébként ráadásul ingyen kapja a Gucci-tól, hogy vedd fel. De az ázsiai ezt magától sok pénzért fölveszi. Az európai nem. Tehát ezeknek a cégeknek, most nem akarok persze ilyen gazdasági kérdésekbe belemenni, óriási kihívás a következő időszak, mert ez az egész covidos dolog, amiről megint mindenki gondolhat valamit, meg hihet valamit, hogy igaz, nem igaz, túlzott, nem túlzott, de egy biztos, hogy az ázsiai utazókat hosszú ideig távol tartja az európai utazástól, és ez most Rómában látszott, az üres éttermek, az üres üzletek, tehát hogy egy, ugye valahol egy hamis világban élünk. Budapesten is igaz ez. Tehát most bemegyünk a belvárosba, én benyártam tegnap, vagy tegnap előtt, tegnap a várba voltunk fönn, nagyon jó volt a vár, mindenkinek ajánlom, üres, gyönyörű, hihetetlen, tiszta, lenézel a várból, és a vár alatti házak tetejei, minden rendben van, tehát annyira jó érzésem volt most ez Róma után, mert Rómában érzel egy kis elfásultságot, de az egy más város, ugye az egy nagyon-nagyon öreg város, persze. És vannak olyan részei, hogy mint a középkorban lennél, ez Budapesten, legalábbis ezen a részen, amit én néztem, nem volt, de hogy ugye kiszívták ezt a turista tömeget a városokból, kiszívták a turista tömeget a bevásárló utcákból, és most az üzletek a valós igényel találkoznak. Avval az igényel, ami abban a városban valóság. Ez Rómában egy tízszeresen felfújt igény, már mindegy választék, Budapesten talán egy kétszerese. De biztos, hogy üres minden. Na most ezek a divatcégek, akik ugye a meghökkentésre, erre a mi mindenben mások vagyunk üzenetre alapoztak, hát most nem lesz könnyű dolguk. Nem lesz könnyű. Én azt gondolom, a divatnak globálisan nem lesz könnyű dolga. Mert az embereket sok összetett, nem jók a szezonok, túl korán kezdődik a szezon, túl korán van a leértékelés, össze van keveredve a rendes áru, az online áru, az outlet, szóval ez egy ilyen nagyon nagy összevisszaság lett ezen a területen. Hát majd letisztul, vagy kitisztul. Nagyon érdekes. És te hogyan csinálnád akkor másképp? Szerinted hogy lenne jobb ennél? Én a konfekcióval már jó régen nem foglalkozom, és nem akarok a pálya széléről okos lenni. De azt feltétlenül úgy gondolom, és ezt megint csak több nagy tervező már elmondta, hogy nem, nagyon nagy hiba, hogy a fast fashion, hogy tiszta legyen Zara, Massimo Dutti, Mango, ezeket nevezzük fast fashion cégeknek, H&M. A fast fashion cégek ritmusát elkezdték a nagy cégek utánozni, és ez egy óriási hiba, mert a fast fashionnek az a dolga, hogy fast fashion legyen, a nagyoknak meg az, hogy megfontolt, átgondolt, érett. És nem kéne 6 kollekciót csinálni egy évben, tehát kollekciót, előkollekciót, utókollekciót, cruise-t, meg nem tudom mit, szóval a nagy divat cégeket belehajszolta a gazdasági helyzet, vagy a gazdasági igény egy olyan tempóba, ami nem az övék, ami nekik nem való, mert nem ilyen a DNS-ük. Az ő DNS-ük az megfontolva haladásra szól. Én szerintem ennek át kell alakulni. Egy. Kettő. Nem szabad a szezonokat minden évbe egy héttel korábbra hozni. Tehát én azt nem tartom jónak, hogy te
augusztusban Budapesten nem tudsz venni egy bermuda nadrágot, miközben 40 fok van, de vehetsz egy bundás kabátot, mert ugye a nagy cégek arra kötelezik a partnereiket, hogy már augusztusban a télit tegyék ki. Bocsánat, ez nem normális. Tehát, hogy mondom, itt sok hiba történt. Tehát nagyon sok olyan dologba ment bele a divat, amit ma már bán, és ami talán a válság után, mert most az van, még akkor is, ha nem látjuk, tehát a Covidnak most még csak a zárt időszakát értük meg, most majd jönnek a bezárások, a gondok a különböző cégeknél. Én biztos, hogy ebbe a kettőbe változtatnék. Tehát, hogy nem kell a magas szintű cégeknek ugyanazt a tempót csinálni, mint a fast fashionnek. Semmi bajom a fast fashionnel. Kifejezetten szeretem a fast fashion. Mert azt gondolom, hogy egy csomó olyan emberhez elvitte az öltözködés szabadságát, vagy a ruházkodás örömét, aki nem tudta megengedni. Tehát, de ez hidd el, ez nem csak Magyarországon van így. Olaszországban se a Gucci-nál, vagy a Tom Ford-nál, vagy a Salvatore Ferragamo-nál vásárolnak az emberek. Persze. De és akkor egyébként kíváncsi vagyok nagyon arra, hogy a fiatal szemszögéből is, meg mint szülő szemszögből szerinted mit érdemes ezzel kezdeni, hogy térjünk vissza erre, hogy 80-100 forint egy cipő, 30 forint egy ing, vagy lehet az is akár 80, tök mindegy, bármeddig ugye el tudunk menni, attól függ, hova megyünk be. Tehát mi az épeszű szerinted? Van adott egy átlagos család, ahol nyilván a gyermek az akkor lesz menő, hogyha ő abban a 100.000 forintos cipőben fog megjelenni. Hogy akkor ott mi lenne a megoldás? Mi lenne a normális? Hát az, hogy milyen az átlagos, azt nem tudjuk. Mert hogy most a statisztikából indulunk ki, akkor nem értjük, hogy a 100.000 forintos cipő hogy jött össze. Igen. Mert hogy meg nincs a családnak. iPhone. Igen, tehát ezeket nem értjük. Ez egy ilyen magyar csoda mindig, ugye? Tehát, hogy meg a panel lakás és X5-ös BMW. Igen, BMW-t ne bántsuk, mert az van. De hogy igen, ez egy nehéz ügy. A divat marketingben a cégek egyet tudnak. A legjobb vevő ez a 16-17-től 20-valahány, mert neki kell. Tehát ő addig nem hagyja békén az anyját, apját, vagy addig fog üzletelni valamivel, reméljük, hogy csak jóval, amíg ezt ő ki fogja magának pörgetni. Én azt gondolom, hogy itt semmit nem lehet csinálni. Ez ilyen. Tehát amikor én voltam fiatal, mi lakoszpólóra vágytunk, mert az nem volt, meg lévista Hausfarmerre. Ma ez már kit érdekel? Hát mindenkinek van. Ma a ugly cipő, a szuperpóló, ami egyébként azért elég sok közte a hamis, meg a made in Turkey, tehát ebben azért nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokan járnak 100.000-es cipőbe. Olyanba járnak sokat, ami 100.000-esnek néz ki. Én inkább ezt mondanám. Ebben nem tudsz mit csinálni. Ez egy trend, ez egy vágy, ami aztán a sok fiatal aztán visszakerül a normalitásba, és elfogadja, hogy mik a normális keretek, vagy mások lesznek a prioritásai, a tanulás, a párkapcsolat, ezer dolog, ezt nem tudom. Tehát ebben én nem tudok tanácsot adni. Mondom, ez egy nagyon nehéz dolog, tudod, hogy mi a reális. Igen. Tehát... meg hogy mi sznopság és mi igényesség. Figyelj, fehér, itt van a lábamon is ez a kék sznékesz. Ilyen kék sznékesz van 40.000 forinttól 600.000-ig. Összességében és lényegileg mindegyik, mind a kettő egy kék sznékesz. Kinek hol, ki mit akar? Akinek a 40.000 forintosa van pénze, és a 600.000-est veszi meg, most megint mondom, nem tudom miből, ugye erre mondjuk, hogy sznob. Mert valami olyan költési helyzetbe hozza magát, ami nem az ő valósága vagy realitása. Vagy ilyenek a hamis Hermes táskák, amiket lehet sok helyen látni, mondjuk áll egy adott hölgy egy buszmegállóba, várja a buszt, és a kezében van egy 1,5 milliós táska. Most akkor ott valami nem oké, ugye? Nem azért, mintha a tömegközlekedés ellen lennék, de 34 fokba állni a tűző napon egy 1,5 milliós táskával, ott valamit nem értesz, valószínűleg a táska nem igazi. Én nekem ebben korábban nagy bajom volt. Ma már ebben sincs, mert én egyre megengedőbb vagyok, arra jöttem rá. Ez valószínűleg, hogy az ember öregszik, és rájön, hogy az életben mennyi minden dolggal lehetne vagy kellene foglalkozni, akkor nem mondom. Tehát furának tartom, ha valakinél van egy hamis táska, nagy föliratokkal, és
és ezzel azt akarja üzenni, hogy ő ezt meg tudja venni. De amikor ennek a táskának a formavilága tetszik neki, tehát a formája tetszik, és nincsenek rajta feliratok, csak a forma olyan, mintha az lenne, azt én elfogadom. Tehát miért ne lenne? Szóval a világ most körülöttünk szerintem nagyon, de ezt mindenhol ezt hallod, ugye, hogy megváltozott. De igen, tényleg minden, ahová nyúlok, amivel az ember elkezd foglalkozni, mindig arra jön rá, hogy fú, itt most tényleg felgyorsult, átalakult, átértékelődött minden. De mondom, mindig lesz a fiataloknak olyan, volt a csíkos Adidas cipő, volt a melegítő nadrág. Most nézzük a melegítő nadrágot, jó? Amiről azt mondta Karl Lagerfeld, hogyha egy férfi mackó nadrágban megy az utcára, az elvesztette a kontrollt az élete felett. Ehhez képest ma úgynevezett sweet pants, vagy városi melegítő nadrágot gyárt a világ legmenőbb cége is. Mert ma ez bekerült az életvitelünkbe, mert jött egy kényelem mánia, hogy minden legyen kényelmes, meg le tud benne így ülni, és ne kelljen az érrevasaltsága. Tehát, hogy és ugye akkor ezt a melegítő nadrágot legyártják Kashmirból, és fölvesznek hozzá egy 8000 eurós bőrjacket. Új világ, új kép, ez nem volt eddig. De az előbb mondta egy nagyon fontos dolgot, bocsánat, nem szeretném, hogy ez úgy elmenjen a nézőknek a füle mellett, hogy ugye mi sznopság, meg mi nem sznopság, és én azt hallottam ki belőle, hogy ha én magam miatt veszem azért, mert nekem ez tetszik, tehát nekem ez az ízlésem, és én ebben érzem jól magam, akkor az úgy rendben van, még akkor is, hogyha ez egy hamisítvány. Vagy hogyha túlköltés jelent. Igen. A hamisítványról pattanjunk le. Maradjunk. Jó, mert nehogy az legyen, hogy azt mondtam. Tehát az csak egy ilyen, az nem a hamisítványról mondom ezt, nem, ami úgy néz ki, mintha, tehát valami úgy néz ki, mintha egy Rolex lenne, de nincs ráírva, hogy Rolex. Jó? Értem. Vagy úgy néz ki, mintha Louis Vuitton lenne, de nincs ráírva, hogy Louis. Jó. Én a formavilágot, a dizájnt, igen. De mondom, én arra se vetek követ, akinek hamis van. Hát, nem is ez a lényeg, vagyis az én nézőpontomban most nem ez lenne a lényeg, hanem az, hogy ezt így tényleg élesen próbáljuk meg szerintem megkülönböztetni, mert nagyon sokan esnek bele, én is beleestem ebbe a csapdába, mert szerintem ez csapda, hogy ugye másoknak akartam megfelelni, és azért vásároltam meg azt a nagyon drága cipőt, vagy ruhát, vagy akármit, hogy az a másik ember azt gondolja rólam, hogy én több vagyok, és ezáltal szerethető ő legyen. De ez egy teljesen normális dolog, az öltözködésnek az egyik része, a mások felé üzenünk. De alapvetően magunk felé. Tehát aki, na látod, ott boncolgattuk ezt a stílus kérdést. Tehát annak van jó stílusa, aki azért vesz föl dolgokat, mert akinek jó a stílusa, az otthon is így néz ki. Aki komoly szivaros, az a teraszán is komoly szivart szív, nem csak akkor, amikor látják. Igen. Aki csak akkor lát, akkor szív komoly szivart. Amikor látják mások, na az a sznob. Érted? Tehát ha neki a 1000 forintos szivar lenne a realitása, de ő 5000-ért vesz, mert az ízlik, de otthon is azt szívja, le a kalappal. Akinek 1000 forint realitása, de azért vesz 5000-est, hogy más lássa, hogy 5000-re szívna, az a sznob. Szivarozol egyébként? Én szivarozok, biztos azért volt a szivaros példa, de és akkor itt is mondhatnám, hogy van a hamis szivar, amit merőben nem értek. Mert ki tudja, miből van. És az emberek ebbe is megveszik a hamisat. Méghozzá jómódú emberek. Mert ez is nagyon, azért mondom, ez egy olyan filozofikus kérdések dolog, ezek, hogy veszel egy szivart, amin rajta van egy gyűrű, mi ezt úgy hívjuk, ugye, ami a márka jelzése. De hát látom a szivaron, hogy nem az. És aztán, amikor szívja, érzem. És mégis a komoly ember a nagy autóval, a komoly egzisztenciával hamisat vesz, mert ő ennyit ad érte. Ez a negatív sznopság. De komoly. Egyébként a szivarozással pont benyomtál rajtam egy olyan gombot, ami így elindít bennem olyan kérdéseket, hogy és például miért szivarozol? Hogy jött a szivar? Miért nem cigi? Íz? Sose cigarettáztam. És ki, tehát hogy magamból indulok ki. Igen. Én még fiatalabb koromban, 10 évesen. Igen. Azt hiszem talán 15 voltam, vagy 16 voltam, amikor ezt így a fejembe vettem, hogy ugye az amerikai filmekben, meg a hasonló dolgokban láttam azt, hogy a menő emberek, az igazi üzletemberek szivaroznak. A Wall Street-en. Így van, úgyhogy nekem is szivaroznom kell, és akkor elkezdtem szivarozni.
És nem hát feltétlenül nem, 16 éves korban kell szivarozni. Nem mondanám, hogy nagyon ízlett, de úgy azért csináltam, aha, hogy ugye menőn nézzek ki, és hogy ez jó legyen. És persze be is magyaráztam közben magamnak, hogy ez hogy nagyon ez jó. Igen, tehát hogy ugye azért ez egy ilyen ördögi kör lesz utána, és szerencsére viszonylag gyorsan, szerintem talán egy év alatt jöttem rá, hogy na jó, ezt én ez inkább elengedem, tehát hogy erre nincs szükségem. Hogy nálad ez hogy alakult ki? Tehát hogy mi volt az indítója? Tehát elképzelhető, hogy nálad is volt egy ilyen trigger, hogy róla többet gondoljanak, mert te nem cigarettát szívsz, hanem szivart? Most őszintén nem emlékszem. Tehát én az egyetem alatt pipáztam, mert a pipa az egy nagyon jó, az egy tanuló, tehát az tanuláshoz nagyon alkalmas, mert jól megtömöd, és akkor ott olvasol, jegyzetelsz, és közben úgy böfékelsz. És ugye a pipáról hogy mentem át a szivarra, na ezt bevallom, hogy nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá, de annyi biztos, hogy volt egy kör, egy baráti kör, akikkel úgy elkezdtünk, megkínáltak, elszívtam, nem is rosszak, hogy szivar, másikat. Ma meg már én fertőzök meg sok embert a szivarozásra. A szivar az egy nagyon érdekes dolog, tudod, mert a szivar az pont nem a... Szóval az pont nem erről szól, mint a cigi. A szivar az egy filozófia. Ha leülsz, meggyújtod, nem rohansz, nem nyomod el, nem mondod, hogy mindjárt jövök, csak ezt. Tehát azt nem tudsz kiállni az irodaház elé. Ugye pont ma délőtt voltam tárgyalni egy irodaházba, és megőrülök, hogy bemegyek, és ott áll az a cigaretta szak, pedig én is dohányos vagyok. És ez tényleg ez a rabszolgaságot. Kimennek, ott kettőt szívnak, elnyomják, állnak télen a jéghidegbe, nyáron a forróságba. A szivar ennek a totális ellentétje. A szivar az egy társasági összekötő, barátokat összeköt, szivarosok vagyunk, most is csütörtökön megyünk barátokkal szivarozni, sőt, talán holnap este is megyek, vannak szivarklubok, vannak, szóval az egy, és én otthon, amikor leülök szivarozni, egyedül, vagy olvasok közbe, vagy rajzolok, vagy valami, és nagyon jókat lehet a szivarral beszélgetni, filozófálni, ez egy teljesen más ügy, mint a cigi. Teljesen más ügy. Valóban van egy negatív hozadéka, ez a Wall Street-i pénzemberek, meg a nagymenők, meg a... Én ismerek sok nagymenőt, aki egyáltalán nem szivarozik, és ismerek egy csomó átlagembert, aki megszivarozik. Tehát ez egy... Én például nem iszom. Tehát nekem az nincs, vagy nagyon ritkán van, nekem helyette a szivar. De például a cigi az teljesen kimaradt. Erre soha mondják, hogy volt. Mindannyian mérgezzük valamivel magunkat. Hát mindenki csak valami, hát nem mindenki, de azért szerintem legalábbis vannak az életünknek szakaszai, amikor nagyobb bátorsággal megyünk ebbe bele. Én például most a karantén alatt tényleg otthon voltam, és figyeltünk erre, amennyire tudtunk. Volt nap, amikor azért három szivarra ment, amikor jó idő volt. Tehát kiült az ember a teraszra, egyiket rágyújt, akkor még kiül is, este is még egyet. Igen, de ez egy szenvedély. A szivar, a cigi az egy rossz szokás, vagy nem tudom, hogy rossz-e szokás, nem akarok minősíteni. A szivar az meg egy filozófia. Szóval tényleg komolyan mondom, hogy teljesen más dolog. Tudod, hogy mi jön le nekem most egy picit így a kommunikációdból? Csomószor kijavítod magad, hogy nem szeretnél ugye ítélkezni, vagy ítéletet hozni, és nem tudom megítélni, hogy ezt azért teszed el, mert hogy már valamikor kiforgatták esetleg a szavadat, akár egy interjúban, akár bármiben, vagy ennyire próbálsz mindenkinek úgymond megfelelni, hogy nehogy rosszat mondjál valakire? Nem, egyáltalán nem próbálok megfelelni, hanem egyszerűen... sose akartam megfelelni, hanem egyszerűen önmagam úgy érzem, hogy nincs jogom, vagy nincs felkentségem arra, hogy embereket kiosszak. Tehát az én szakmámban is vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy attól jók, hogy mindenkit lecikiznek, meg én nem. Uh-huh. Tehát én tisztelek mindenkit, nem gondolom, hogy nekem ehhez jogom van. Van véleményem, de az az enyém. És nem akarok senkit
megbántani. Most, ami persze az is, amit előbb mondtál, hogy attól tartok, de nem tartok tőle, hanem őszintén nem akarok. Jó, ez változott nálam. Aha. Bevallom, ez 40 éves koromban máshogy gondoltam, és ma is máshogy gondoltam. Sokkal megértőbb vagyok, azt gondolom, az emberekkel. Meg elfogadóbb, hogy valaki ezt szereti, van, aki azt. Nézd, azért veszélyes dolog ez a stílus, és ez a stílusból való ítélkezés, mert sok embernek ez egy hót mindegy. Tehát, hogy annyira nem érdekli, hogy most milyen ing, milyen nadrág van rajta. Ing, nadrág, kész, ugye? Van, akit ez egyre nem érdekel. Nagyon sok ember ezt nem látja. Tehát hiába nem érdemes őt bántani, vagy kioktatni még inkább, mert nem érte, hogy miről beszélsz. Mi az, hogy nem megy egymással? Hát nadrág, ing. És mondom, igen, de hát ez rózsaszín az ing, lila a nadrág, ezek úgy furák így egy. Neki ez tetszik. És oké. Tehát nem hiszem, hogy, és ugye nagyon sokat olvasok én a saját témámban is, meg egyet, és azért azt tapasztalod, ahogy nagy emberektől olvasol nagy gondolatokat, hogy mindig van bennük irónia, az bennem sok van. Van bennük odamondás, de soha nincs bennük megbántás. Tehát soha nem az a cél, hogy megbántsanak, hanem az a cél, hogy valamilyen irányba vigyenek. És én ezt fontosnak tartom. Ez jó, ez nagyon tetszik ez a gondolat, meg azért kérdeztem ebbe bele, mert nyilván sejtettem, hogy erről van szó, csak ugye a nézőnek, vagy bárkinek ez jöhet le úgy, hogy fú, neki nincsen véleménye, nem akar állást foglalni semmibe. Nagyon erős véleményem van, csak nem akarom az embereket kioktatni. Ez egy óriási különbség. Igen. Tehát az, hogy te neked van véleményed a dolgokról, és a világ sok dolgában van véleményem, attól én elmondom a véleményem, de nem gondolom, hogy nekem ki kéne oktatnom másokat, igen, hogy ezt rá kéne erőltetni. Ez a szabad gondolat lényege, hogy és a könyveket is mindig úgy írok, és arra nagyon figyelek, a néha szerkesztőkkel ebben kapcsolatban kerülök is, ezzel kapcsolatban szerkesztőkkel néha konfrontálódok is, hogy én nem azt mondom, hogy csak. Hanem is. Tehát így is lehet, meg úgy is lehet, mert nagyon sokfélék vagyunk. Tehát mindenki egy individuum. És ha én elkezdek ilyen skatujákat alkotni, akkor azt veszem el tőled, amitől te vagy. Én csak azt mondom el, hogy van egy keret, és a kereten belül ezek a lehetőségek. És ha te neked ez a keret tetszik, akkor ezt a lehetőség és tárházat használd. De úgy, ahogy neked tetszik. Igen. Érted? Tehát én most nyilván azt el lehet mondani mindenkinek, hogy kék zakó, fehér ing, kék farmer, fehér sznéker, barna bőrcipő. Tudod, tudunk mondani ilyen általánosításokat. Egyébként van, akinek már ez is segít. Mert nagyon sok embernek az a problémája, hogy sok ruhája van, mert össze-vissza vásárol. Hú, ez is jó, az is jó. Egyébként ez inkább a nőkre jellemző. És aztán ott egy nagyon nagy ruhatár, és azt mondja, nincs mit fölvenni. Azért, mert nincs gondolata mögött, amit vett. Hanem egy ma mindenben ez van, én tanácsadóként sok dolgokban veszek részt, építőipar, belső építészet, most például egy húsipari cégnek dolgozom, egy tímmel, nagyon érdekes, hogy még a felvágottat is érzelmileg vesszük meg. Tehát egy ránézel, és elindít benned egy üzenetrendszert, és akkor megveszed az egyiket, meg a másikat nem. Lehet, hogy nem a jó felvágottat veszed. Mert az üzenetrendszere eltalálta a te emócióidat. Na most gondolod, a ruha még inkább ilyen. Meglátod, fú, igen, de jó az a... Hazamész, mit csináljak ebben? Plusz egy. És amikor tanácsadásban vagyok, ugye annak nagyon elméleti, meg egy beszélgetős része, akkor mondom, hogy ezt most miért vette valamilyen ruhatárgyra, és akkor azt mondja erre rá a kedves ügyfél, hogy hát gondoltam, hogy jó, ez is jó lesz egynek. Na, ez ne legyen. Tehát soha ne vegyél meg valamit, hogy ez is jó lesz egynek. Igen. Még egy fehér pólót se. Hanem akkor vedd meg, ha helye van abban a ruhatárban, ami a tied. Igen. Figyelj, hibát én is követek el.
Én is veszek olyant, ami... Na, ez nem kellett volna, de nyilván én azért aránylag ritkán. Igen. Van, aki meg állandóan ezt a hibát követi el, és akkor ott van egy ruhatár, ami nagy, meg a barátnőmnek jól áll. Hát igen, de az, a barátnőd az nem te vagy. A barátnőd 20 centivel magasabb, mint te, 30 kilóval kevesebb, és szőke. Vagy 20 kilóval több, és barna, és pici. És akkor ez nem te vagy. És ez nagyon sokszor van. Én például nagyon hiszek abba, hogy nagyon jó, ha vannak ikonok, akiknek tetszik az öltözködése. Uh-huh. Ez lehet filmikon, filmszereplő, egy valós személy, de ne kopírozd, csak inspirálódj általa. Uh-huh. Tehát az a baj, amikor beindul a kopi, és ugyanúgy akarsz kinézni, mint X vagy Y. Igen. Azt ne csináld, mert nem vagy se X, se Y, te igen. Z vagy. És akkor lesz jó, ha Z, Z. Uh-huh. De egy kitalált önképpel. Tehát én az önképpen nagyon fontosnak tartom, mert sok embernek hiányzik. Ez most nagyon-nagyon jó, amit mondtál szerintem, nem mintha az eddigiek nem lettek volna, de hogy ez szerintem most elképesztően aktuális ugye a fiataloknak, főleg az Z-generációnak, vagy akár a még fiatalabbaknak, hogy ugye önazonos legyen, önmagát adja, nem másolja, és ugye ott van a közösségi média, felmegy Instagramra, bárhova. Jönnek a celebek. Jönnek a nagy emberek, igen, akik majd megmutatják, hogy hogy kell neki öltözködnie, meg mi az, amit vegyen. És sokszor nincs mögötte az a tudatosság, hogy egyáltalán ő hozzá ez illik-e, ő ezt szeretné-e, tud-e ezzel azonosulni. Ez jó, mert jó sokat vásárol. Igen, vagy tudja-e azt, hogy egyébként az az ember, akit ő követ, ő azért tette azt ki, vagy azért öltözött ebbe fel, mert komoly pénzeket fizettek neki, ugye ezért? Nyilván. Meg hát, hogy kiket követünk. Tehát ezek a tényleg sehonnan nem jött, sehova nem tartó celeb cicák, celeb kandurok. Hát ez, én ezeken rettentő jókat mosolygok. Most én szerintem nagyot tizedel ez a válság ebben, mert nézd, én elég sok nagy céggel állok kapcsolatban. Nagyon sok nagy kozmetikai világcég már tudja, hogy ennek semmi értelme. Nincs. Azért csinálták, mert volt egy ilyen, mindenki csinálta. Hmm. Na, amiről beszéltünk, hogyha azért, de tudják, hogy nincs értelme. Tehát amikor a 21 éves, már műszájú, már műszempillájú, már műmellű, de most nem akarod mondani, női, nem nagy imádója vagyok, félreértés ne essék, egy 78 ezer forintos kölnit mutogat a 16 éves követőinek, annak mi az értelme? Mm. Tehát én nem gondolom, hogy nincsenek a világban olyan influencerek, akik hitelesek, de azok úgy is élnek. Mm. És ezt tehát, hogy tudjuk megkülönböztetni? Ilyen nem szabad mondani egy interjúban, de ez egy rohadt jó kérdés. Igen, a fiatalokat könnyű becsapni. Hmm. Engem már nem. Hmm. Tehát én szagról megérzem az ilyet, tudod? Hmm. De én is vagyok egy márkának a nagykövete, egy nagy a BMW-nek, de hát azt gondolom, hogy önazonos vagyok a márkával. Hmm. Tehát és akkor már volt, aki mondta, hogy Mikloskám, neked a Bentley kéne, meg arról, hogy mi a fel, mi annak, mi? Ott nem vagyok önazonos. Hát a Bentley-vel a monakói milliárdosok járnak. Az érted, hogy miért járnék én Bentley-vel, vagy Rolls-Royce-szal, vagy... Tehát hogy az ember valódisága és a termék, amivel összekötik, ott jó, ha van egy híd. Ha ez a híd hiányzik, vagy Nespresso-ztam korábban, én valóban Nespresso-t iszom, a mai napig megiszom, és én valóban Olaszországban végigjárok 22 kávézót, hogy melyik a legjobb ristretto. Tehát valóság, hogy engem a kávéval összefüggésbe hoznak. De ha engem például táplálék kiegészítővel hoznának, az nem valós, én nem eszek ilyen bogyókat, nincs vele bajom, de én nem eszem. Vagy fura lenne, hogyha azt mondanák, hogy egy champagne márkát képviselek, mert igen, a barátai tudják, hogy bele se szagolok. Igen. Mert meghajdult tőle a fejem, tudod? És persze ezt nyilván az nem tudná, aki látja, de én ezt magam tartom fontosnak. És azokat, akiket ismerek, és komoly márkákat képviselnek, vagy influencerként ott, a komoly ember csak azt engedi magához kötni, ami az ő valósága.
Egyrészt teljesen egyetértek ezzel, amit mondasz, hogy, hogy ugye legyünk önazonosak és azt képviseljük, amit egyébként is akár viselünk, fogyasztunk, egyébként is magunkénak érezzük, és azonosulunk vele, rezonálunk vele, mindegy, hogy fogalmazom. De ugye most gyakorlatilag olyan perspektívából nézzük, hogy te egy influencer vagy. Szerintem ez már úgy nagyjából azért kimondható. Nem 20 éves, de ettől függetlenül influencer vagy. Korosztályom egyik egyetlenje. Így, azt nem tudom, de az biztos, hogy kevesebb van, igen. Tehát, hogy neked ezt kell nézned valóban szerintem, hogy mivel tudsz azonosulni, és mit szeretnél képviselni. De egy fiatalnak, aki nem influencer még, aki 16 évesen bent ül az iskolába, is legyen és influencer. Nyomkodja folyamatosan a telefonját, igen. És az akar lenni. Tehát influencer akar de lenni. De ne akarjunk influencerek lenni. Tehát ez egy, ez egy rettenet. Tudom, múltkor mondta egy barátom, hogy ilyen közvéleménykutatás volt fiatalok között, és influencer akar mindenki lenni, és még mi blogger. Igen. Ez munka nélkül akarnak sok pénzt. Celebek akarnak. Hogy legyek ebbe azért egy kicsit, hogy legyek precízebb. Ez azért így nem igaz. Tehát, ha te valóban adsz a tartalmakra, amiket kiteszel, hát te is tudod, azért ebben munka van. Ez a bőven. Ha csak a fotókra, az hogy van megvilágítva, hogy van megvágva, mi a szöveg. Ez, tehát a szónak a nem munka értelmében ez nem igaz. Nyilván valamikor nekem valaki mondja, hogy jaj, de fáradt vagyok ettől meg attól, én azt szoktam mondani, hogy fáradtak a bányába az ember. Az bányász, az fáradt. Tehát reggel bemegy, végigcsinálja a korom, az fáradt. Aki azért mondjuk otthon a PC-jén vagy a telefonján bloggereskedik, az nem lesz fáradt, de ha igényes arra, amit kiad a keziből, akkor azért van munka. Tehát én nekem azt hiszem, ilyen 80-valány ezer követőm van a Facebookon. Nagyon megemelkedett a like számom, meg lehet nézni, nekem nem olyanok a fotóim, hogy egyik fotóm alatt 6 like van, aztán 2000. Ezzel azt akarom mondani, hogy ezek nem vett igen. követők, hanem ez valóban 6-7-8 év alatt nulla követőből épült föl 80-valahány ezerre. Ilyet ma keveset látsz. Igen. Tehát ma olyan van, hogy megjelenik kis piroska, tegnap nem tudtad ki, és ma 180 ezeren követik. Igen. Na ez az, amit már a komoly cégek nem hisznek el. Tehát ilyen nincs. A mögött van egy megvett tömeg, igen. innen-onnan véve, és akkor néha rálájkolnak a képére. Igen. De nem akartam megkerülni a kérdést, mi volt a kérdés eredetileg? Igen, ugye az volt a kérdés, még nem is tudtam pontosan, hogy influencerek akarnak lenni. És nagyon jó, hogy ezt elmondtad, hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy influencer valaki vagy blogger, hogy abban nincs munka. Így van. És ezt én is szeretném megerősíteni, hogy ez abszolút nem azt jelenti. Nem, tehát nem. Ilyen tartalmakat gyártani, utána azt még ugye akár megvágni, akár hozzá szöveget írni, sorolhatnám, felkeresni az interjú alanyokat. És akkor még ennek a nagy részét, ugye a háttérmunkát, ezt senki nem tudja, tehát hogy azért ebbe bőven van. Jó, csak bocsáss, meg kialakult a társadalomban egy reflexió, igen. hogy a semmire kellő munkanélküli blogger cicák és blogger lovagok, de azért ebben van igazság. Tehát amikor én egy ismert sportolót látok, hajben növesztő, közben annyi haja van érted, mint neked, tehát az hiteltelen. Igen. Amikor egy neves színész bevállalja, aki 45 éves, hogy őt hajbe ültették, igen. abban rendben van, mert ő neki elhiszem. Igen. De amikor egy 23 éves fiú hajbeültetést reklámoz, vagy fogászatot reklámoz, és így állnak a fogai, akkor azt mondom, hogy jaj, ezt soha többet nem igen. akarom látni. Tehát a hitelesség fontos, bocsánat. Pont ebbe szerettem volna egyébként egy picit belemenni, és majd kérlek, keverjük is, mert el kell indulnom, meg neked sem szeretném rabolni az időden. Szóval, hogy itt egy szerintem nagyon-nagyon fontos dologra tapintottunk rá, hogy oké, akkor én szeretnék influencer lenni, sok pénzt keresni, és betalál engem az a cég, hogy én őt reklámozzam. És ugye itt kell egy nagyon erős fegyelem szerintem, hogy azt tudjam mondani, hogy én nem megyek abba az irányba, mert az nem az én irányom, vagy én ezt nem tudom, nem akarom képviselni. És ugye fiatalon, amikor még az ember építkezésben van, és szeretné az egzisztenciáját megteremteni. Ma már mindig építkezünk, 60 évesen is építkezünk. Én is ezt gondolom. Nyilván, bár nem tapasztaltam még meg ebben az életemben, nem tudom, milyen lehet 50-60 évesen,
De azt tudom, hogy nekem is erősen benne van 27 évesen a fejemben az, hogy meg kell teremtenem egy olyan egzisztenciát a jövőbeli családom számára, hogy felnőhessen az a négy gyerek, meg a saját, jól legyen tartva a saját magadra is gondolj. Saját magam igen, is, meg igen, legyen az az autó, persze, az a ház, persze, azok az utazások, az a sorolhatnám, és itt nem a tárgyak a lényeg, ezt is szeretném kihangsúlyozni, hanem hogy jól érezzem magam élményeket, a bőrömben. Élményeket gyűjtünk. Így van, persze, igényes dolgokkal vegyem körül magam, akár a tárgyak is, tehát azért csak jobban érzi az ember magát, kicsit, ha igényes dolgokkal veszi körül magát. És ilyenkor mit csináljon? Mert hogy várj, a pénz az, viszi el. Jó, de most egy kicsit azért lépjünk már vissza. Lépjünk. Tehát az, hogy őt megkeresi egy cég. Igen. Miért keresi meg? Mert ő ki? Na, ezt mindenki kihagyja. Tehát az, hogy valakinek van egy kis helyes arca, meg ilyen kis vékonyka, meg hosszú a lába, vagy éppen nem az, hanem pont a másik, az még nem teljesítmény. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy te komoly cég téged megkeressen, ahhoz kell teljesítmény, könyörgöm. Igen, ez tehát igen, az nem úgy van, hogy most én vagyok a Culika Mulika, aki a valamelyik idióta ember által nem nézett 22. TV csatornán egy valóság showba elmosogatott. Ettől te nem vagy. Ettől te nem vagy érdekes. De sajnos Magyarországon igen. Nem, ezt hiszik. Ezek eltűnnek, ezeknek olyan gyors a pörgésük, hogy nem is emlékszel rájuk. Érted? Tehát nincs miért emlékezni. Tehát ma azt hiszik a fiatalok, hogy a beauty, és most nem a beauty, az önmagában bármire elég, az semmire nem elég. Az egy adottság, amiből te valamit ki tudsz hozni. Például meg tudsz szólalni egy másik nyelven, hú, az már valami. Magyarul rendesen ki tudod fejezni a gondolataidat. Itt velem volt olyan interjút, csinált velem egy celeb, hogy nem tudta föltenni a kérdést. Tehát újra elmondták neki a kérdést, ami egészen vicces volt, és nagyon nehezen bírtam, hogy ne nevessek. Ez nem csodálatos. Egy TV interjú, úgyhogy nem tudtam, hogy a TV műsornak ő a műsorvezetője. Érted? Tehát azért a celebséget ne keverjük össze a celebritással, mert a celebritás, tehát a Brad Pitt az egy celebritás. A Szabó Mónika, vagy a Horváth Pisti, aki volt a valóságshowban, az egy celebecske. Annak semmi köze ehhez. És a blogger is, vagy az influencer, tehát vannak nagyon komoly combos, mármint a combost azt úgy értem, hogy személyiségileg combos egyéniségek, akik azok, de azok nem ezek. Tehát, hogy összemossuk ezeket, tudod? Tehát, hogy és most nagyon celeb, vagy blogger, vagy influencer, abban van komoly. Tehát nem szabad a fiataloknak se abba a hibába esni, hogy és ne akarjanak azok lenni. Akarjanak óvónők lenni, tanárok, orvosok, mérnöknők, nem tudom, bármik akarjanak lenni, és majd, vagy férfibe ugyanez, és utána, ha az életük úgy hozza, de ne akarjanak, mert ez egy borzalmas csalódás lesz. Igen, és most megint... Nem vagyok filozófus, csak mondom, hogy az szerintem lesz. Nagyon igazad van, és ehhez hozzáfűzném azt a gondolatot, hogy azt gondolom, hogy ugye rossz az indítatás, meg úgy az egész út, tehát hogy szerintem, és ez az én véleményem, szerintem úgy kellene, vagy illene influencerré válnia valakinek, hogy kiválaszt egy hivatást, egy területet, amit ő szeretne képviselni, abban a maximálisat igyekszik kihozni magából. Na, de ezt kihagyjuk. Letesz az asztalra így bőven. Van. Így van. És azért, mert ő azt letette az asztalra 10 év alatt, vagy x év alatt, nem is az idő a lényeg, hanem inkább az eredmény, na utána akkor ő neki lesz ugye ráhatása, tehát influence, ugye, de ő nem akart influencer lenni. És ő nem akart influencer lenni, hanem nem minél akarsz lenni. Akart lenni. Így van, ebben. De most őszintén... Csak ez egy nagy különbség. Tehát hát persze, erre próbálok rávilágítani, hogy az egy útnak egy állomása, de nem a cél. Igen, a hozadéka. A hozadéka. És még azon belül is kell, hogy pont szerencséd legyen, meg pont megtaláljon az a cég, meg igen, tudod? De az, hogy 20 éves fiúk, lányok celebek akarnak lenni, meg influencerek, az én fiam 25 éves. És valószínűleg a velem való együttes élete, mert mi ráadásul együtt is elváltam régen, de 18 éves korától velem élt. Ha valakinek ez a közelébe volt, az ő.
Ugye? Tehát ő kitalálta volna, focizott is, tehát ő, most akkor én celebkedek apám nevével, meg apu, ugye, hogy ez soha nem jutott eszébe, hanem végigcsinálta az egyetemet, a barbershopokat csinál az egyetem mellett, ott is látom a barberek között 21-22 éves srácok, jó fejek, de ők még olyan messze vannak attól a sztárságtól, mint egyik másik magáról hiszi. Érted? Tehát Vidal Sassoon 30 évig vágott hajót, hogy ő legyen Vidal Sassoon. Tehát, hogy ma a fiatalok rettentő módon türelmetlenek. Úgy akarnak mindent behozni, és emiatt a türelmetlenség miatt nincs a dolognak eszenciája. Mert 21 éves korában már sportkocsit akar venni, meg nem tudom, mit akar venni. Persze értem, hogy van ma a világ, van ma körülöttünk egy világ, ami pörög, de van ez a Gianluca Vacchi nevű ember, nem tudom, te ismered. Gianluca Vacchi, ez egy olasz iparmágnás családnak a leszármazottja, nekem van fotóm róla 15 éve, ez egy ilyen lenőtt hajú, kicsit pocakos, kétsoros öltönyös olasz volt. És kitalálta a Pali, hogy neki ebből elege van, kipattintotta magát, kitetkózta, levágatta a haját, őszre festette, egy-egy blogja, amit kitesz az Instára, 6-7 millió ember lájkolja. Táncol, meg izél, meg eszméletlen érdekes pasi. Csak ugye neki ott van mögötte az iparvállalata a családjának. Tehát, és neki valóság a Rolls Royce, és ugye ezt nézik az emberek, a Rolls Royce-ot, a villát, a Côte d'Azur-ön. Hol van ez a valóság? De ennek az embernek ez a valóság. De ő nem is vesz föl terméket, hogy szponzorálja, mert az az övé. Igen, értem. És egy utolsó kérdés, hogy akkor a fiataloknak mit tanácsolnál, mi lenne az a három szó, mondat, érték, bármi üzenet, amit itt hagynál nekik, úgy, hogy te nem vagy, te eltűntél a föld színéről, és minden, amit te teremtettél, bocsánat, de ezt most így tegyük fel, ez a három szó maradt csak fent utánad. Hú! Ezen azért többet kéne gondolkozni. Őszintén. Tehát, ami így jön? Ami, tehát az, ebben nagyon sok minden. Tehát nem... Légy önmagad. Ez nagyon fontos. Nekem nyilvánvalóan azt mondom, hogy adj magadra és tisztelj másokat. És tiszteld az öregeket. Köszönöm. Meg a filozófusokat. Igen, de te nem vagy az. Nem. De azért közelítesz már hozzá. Egyszer egy barátom azt mondta, hogy én vagyok a stílus evangélistája, de ezt azért túl nagyképűnek tartanám, és az evangélisták azok azért azok mások, de valóban hiszem, azt tényleg hiszem, hogyha az ember figyel magára és igényes, avval szebbé teszi az életét. Abszolút. Tehát, hogy apró dolgok ezek, apró nüanszok, de sokkal jobb kitaláltnak lenni, mint ápolatlantól összevisszának. Igen. Egyetértek. Nyilván én így gondolom, hát ez a dolgom. Igen. Szerintem is. Köszönöm szépen, Miklós. Szívesen. Köszönöm. Nagyon örültem. Jót beszélgettünk, remélem lesz még rá máskor is alkalmunk. Örömmel. További szép napot neked.